Lezárult a tisztújítás a Fidesz helyi szervezeténél. Mik a tapasztalatok és milyen eredmények születtek? Az elmúlt hét elég feszes volt, mert a választókerületben levő és dolgozó érdi Fidesz csoportok megtartották a tisztújításukat. Ez megtörtént Diósdon, Tárnokon, Törökbálinton és Érden is. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Fidesz tagság alapvetően megbízik az eddigi vezetőkben. Törökbálinton Földvári László maradt az elnök, és az elnökség is nagyjából és egészében változatlan maradt. Egy jó hangulatú és magas részvétellel lezajlott helyi közgyőzés volt. Tárnokon ugyanezt tudjuk elmondani, ott Körösi Kari Gábor maradt az elnök, és az elnökség tagjai is változatlanok maradtak. Ott is közel 100%-os volt a részvétel. A harmadik település, és hát időrendi sorrendben mondom, Diósd volt, ahol szintén több mint 60%-os részvétellel zajlott le a tisztújító ülés. Itt továbbra is Mezőfi László maradt az elnök, és az elnökség tagjai közül egy személy került ki, és helyette mást választottak be az elnökségbe. Tehát egy ütőképes csapat maradt, és a legnagyobb számú szervezet, a legnagyobb létszámú és méretében is politikai értelemben a legnagyobb szervezet ért tartotta utoljára a tisztújtó taggyűlését. Itt változás következett be. Témészáros Andrást 35 évnyi Fidesz elnökség után a tagság úgy gondolta, hogy váltani kell. Leváltották helyette Gaspari Gábort, egy 36 éves fiatalembert választottak meg elnöknek. Itt meg kell jegyeznem, hogy az, hogy itt tart a magyar Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a jobboldali gondolkodás, a jobboldal, mint meghatározó politikai erő ebben a választókerületben, elévülhetetlen és történelmi érdemei vannak Témészáros Andrásnak. Az ő 35 éve az egyik, nem az egyik, hanem az eddig legsikeresebb tevékenység volt, mint városvezetőként is, ha rátekintünk, mint pedig a Fidesz csoport vezetőjeként. Én meg is köszöntem Andrásnak ezt az elévülhetetlen és kiváló teljesítményt, amit nyújtott. A tagság most úgy döntött, úgy gondolkozott, hogy egy dinamikusabb vezetést igényel az érdi Fidesz. Ezt a lépést megtették. Gaspari Gábor egy nagyon rátermett fiatalember, megfelelő tapasztalattal bír, nagy szervezőképességgel és komoly elkötelezettséggel a jobboldali keresztény nemzeti és demokrata értékek mellett, és szívügye Érd városa, Érd megyei jogú városa. Ő dolgozott a Témészáros András polgármester úr kabinetjében is, más helyeken is szerzett önkormányzati tapasztalatokat, tehát azt kell mondanom, hogy rátermett, agilis és remélhetőleg innovatív vezetője lesz ennek a csoportnak, és a szükséges dinamizmust be fogja vezetni ebben a rendszerben, és egy friss, vonzó Fidesz szervezet jön létre az eddigi sikerek bázisán. Tehát itt remélhetőleg is nagyon bízom benne, hogy ez a váltás nem széthúzás, nem ellenségeskedést, hanem összefogást, egy cementező erőt fog biztosítani a helyi szervezetnek, és ezen keresztül annak a politikai közösségnek, akik a választásokon, meg a közéletben, meg a mindennapi életben mellettünk teszik le a fogsukat. Ez lehet tulajdonképpen az első lépés a jövő évi önkormányzati választások felé. Milyen tétje lesz ezeknek a választásoknak? Ezt a munkát a Fidesz és KDNP csoportok már elkezdték, ennek az felkészülését. Ugye jövő év június 9-én egyszerre lesz az önkormányzati és az európai parlamenti választás. Mind a kettőnek nagyon nagy a tétje. Egyrészt az európai parlamenti választás során meg kell tudnunk mutatni, hogy az az értékrend, amely mellett a magyar kormány 2010 óta következetesen kiáll, és azt szerint is vezeti az országot, amely a haza, a család és a normális emberi élet feltételeit akarja kialakítani és biztosítani.
Ennek vagy nagyobb számban vannak követői itt ebben az országban, mint annak a liberális és téveszméken és az emberi természettől idegen elveket hangoztató oldalnak, amit ma az ellenzék tud fölölelni. És ez azért is fontos, hogy egy kicsit figyelmeztessük Brüsszelt, a brüsszeli bürokráciát, és remélhetőleg más országok is csatlakoznak ehhez az elképzeléshez, az elgondoláshoz, ehhez a politikai vízióhoz, hogy ne a bürokrácia irányítsa az országokat, hanem a szuverén államok közösségeként tudjuk az Európai Uniót egy versenyképes, élhető lehetőségeket biztosító szervezetként működtetni. Nagyon fontos dolog, hogy alakítsa ki végre az Európai Unió, és benne mi hazánk is, mert a mi hazánk, Magyarország, meg a környező ország, meg minden Európai Uniós ország, azt a politikai értelemben vett európai identitási kérdést, hogy mi Európa, mi az európai politikának a helye a világban, mennyire kell függeni más országoktól, más úgymond nagyhatalmaktól, és ezt a függést mennyire lehet oldani, és mennyire lehet önálló helyet és teret nyerni a világpolitikában. Molnár Tamás egy Amerikában élt, de később a rendszerváltás után hazatért. Igen, komoly tekintélynek bíró katolikus filozófus, egyik írásában, egyik kis könyvében azt írta le, hogy az Európa a demokrácia útját mindig másoktól kapta, a modus vivendit, a rendszereket, az elgondolásokat nem maga kreálta, maga még nem oldotta meg a problémáit. Úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy Európa megoldja a saját problémáit, és ehhez egy erős nemzetállamokon alapuló Európai Unió szükséges. Tehát ez egy fontos tét. Önkormányzatoknál, ha visszatekintünk a 2019-es választásra, az nem volt sikeres ebben a választókerületben az önkormányzati szinten, míg 18-ban országgyűlési képviselőként sikerült nyernem, 19-ben ez nem ismétlődött meg a településeken, kivéve a Törökbányát, ahol polgármestert tudtunk adni, de ott is a képviselőtestületben nincs egyértelmű többsége, sőt többsége sincs a Fidesz-KDNP pártszövetségnek. Ez nehezíti a polgármester munkáját, de Erek Sanyi barátom, ő ezt megfelelő tapintotta, körültekintéssel, okos mérlegeléssel, okos politizálással megoldja, és egy nagyon prosperáló és kiváló élhető települést tud irányítani. Ez az ő munkája, meg a képviselőtestület egybeten való egyensúlyú képességének az eredménye is. Diósdom, ott sem nyert a Fidesz, egy inkább jobb oldalnak tekinthető független jelölt, Spéth Géza nyert, és ott a Fidesznek az a szerepe, hogy azokat a folyamatokat, amelyek szükségesek a város továbbfejlesztéséhez, azokat vagy markáns kisebbségből, vagy győztesként, de meg tudja valósítani. Meg kell mondani, hogy a 2019-es választáson bejutott Fidesz jelöltek erre a feladatra alkalmatlanok voltak, ezért nagyon helyesen levonjuk ezeket a következtetéseket, ebből a következtetéseket, és egy új, friss szellemű és Diósdért tenni képes és tenni akaró társaság fog indulni a választáson 2024. június 9-én. Tárnokon egy függetlennek mondott DK-s támogatású polgármester van. Tárnoknál az a nehéz helyzet állt elő, hogy az előző fideszes polgármestert elég súlyos vereséggel leváltották. Most próbálunk egy olyan arctérű, olyan toleráns és olyan közösséget teremtő személlyel elindulni a polgármesteri pozícióra, amely megingathatja a mostani baloldali többséget, amely őszintén mondva, ha volt lehetőség, azzal él, de nem minden lehetőséget tudott kihasználni, tehát van ott is mit javítani, és úgy gondolom a Fidesz által javasolt majdani képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek erre képesek lesznek. Cél az természetesen Tárnokon is, hogy a mi értékeinket a nagyközségben képviselő vezetők legyenek. És itt van Érd, ami itt Budapest szomszédságában egy Budapesthez hasonló politikai irányítású
megyei jogú város. Tehát az itteni vezetés Csőzik Lászlóval az élen sokat beszél, keveset tesz, ugyanúgy, mint Karácsony Gergely. Ugyanaz a politikai háttere, alapvetően DK-s polgármesterünk van, a felesége és a DK-nak a tagja, a DK jelölte országgyűlési képviselőjelöltnek, illetve a DK javaslatára került be a fővárosi közgyűlés polgármester helyettesi pozíciójába. Tehát itt egy baloldali konglomerátum van, a város vezetésén látszik is ez a trehányság, össze nem hasonlító ható Témészáros András alatti renddel, fejlesztésekkel, és azzal, hogy minden a helyén volt, még a nagy nehézségek árán is sikerült ezt elérni. Csak jellemző a képességeikre, hogy az előző városvezetés felépítette kormányzati segítséggel a Felső Parkvárosban a Fenyves Parkvárosi Oktatási Centrumot, tornateremmel és úszodával. Ma, amikor a Nemzeti Úszóprogram elindul, ez azt jelenti, hogy minden 6 éves gyereknek meg kell tanulni úszni, tehát úszóoktatásban kell részt venni, ehhez megfelelő eszközöket a magyar kormány támogatásával az úszószövetség biztosítja. A felsőoktatásban a levő korszerű úszodát nem lehet használni. Ma az érdi arénában küzdenek a pályahelyekért, hogy meg tudják oldani ezt a programot. Nagyon sok gyereket ettől elzárnak a sportolás lehetőségétől, pedig igény van rá, és mindez azért, mert mondva csinált okok miatt egyszerűen nem hajlandók tevőlegesen problémákat megoldani. Az jellemző a jelenlegi városvezetésre, hogy a Facebookon ők a világbajnokok, a lehető legjobb teljesítményt nyújtják, de a valóság az egészen más. Szervezetlenség, rendetlenség, felelőtlenséget lehet látni. A Modern Városok programját én kértem polgármester urat a ciklusa kezdetén, hogy azt hajtsa végre, mert az a város érdekét fogja szolgálni. Évekig nem írtak ki ajánlati felhívásokat a beruházásokra, közben az az összeg értéke az árak növekedésével és az energiaárak kialakításával elenyésztek. Ma már sokkal kevesebb műszaki tartalmat tud abból az összegből megvalósítani, de őt ez nem zavarja. Azzal kérkedik, hogy amit a kormány csinál. Tehát azok a beruházások mennek, amit a kormány áll mögötte, itt gondolok a körforgalmak és a közlekedési csomópontoknak az átalakítására. Az egész sajtó arról szól, hogy hol dolgoznak a közterület fenntartó vállalatnak vagy társaságnak a dolgozói, milyen munkákat végeznek, ami a dolguk. Ez nem sajtóhír, hogy levágják az ágakat a fákról, meg hogy ahol meghibásodik az út, azt kijavítják. Ezek normális tevékenységek. Semmilyen olyan nagy beruházás nem történt. A Covid alatt eltúlzott mértékű bezárások voltak, és a újraindulásokkor például a kulturális intézményeknél azt arra használták föl, hogy jól bevált vezetőket leváltsák, és megalázó helyzetbe hozzák. Én azt gondolom, hogy ezt látni fogják az érdiek június 9-én jövőre, és dönteni fognak. Mi ehhez megfelelő alternatívát fogunk, megfelelő személyeket fogunk bemutatni, akik képesek lesznek egy hasonló vagy jobb színvonalú városvezetésre, mint amit a most Fidesz elnökségből távozó Témészáros András polgármester urat bekövetkezett, és szemmel láthatóan az érdekelkedettségére történt ez meg.